Hát nem tudom, hogy Szentesi Kálmánnak, amitől ő ismert lett, ahhoz van-e kedve, vagy lenne-e kedve újra, de erről most jól fogunk tudni beszélgetni amúgy is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye onnan ismerhetjük Önt, vagy Ön volt az, aki egyfajta adólázadóként azt mondta, hogy nem fizetek adót, mert rossz célra használja a kormány általán befizetett pénzt. És erre jött a NAV, és egy hatalmas sámfával addig ütötte a fejét, ameddig kilátszott a földből, mint a kisvirág. Ez a kisvirág kinőne újra, hogyha önmagát hajlandó kisvirágnak értelmezni? Nagyon szívesen. Igen, tehát én arra készültem, hogy én most udvariatlan vendég leszek, és rögtön ki is javítom, mert hogy éppen elcsíptem idefele a híradónak a végét, és akkor hallottam a felvezetést, hogy most már nem kezdeném újra. Hát ez, hogy röviden cáfolyam, de. Azt mondtam, hogy talán, de lehet, hogy vagy talán nélkül. De akkor a talánt is elhagyhatjuk, biztosan újra kezdeném. A jövőre újra adó bevallás. Erre lesz alkalma. Már úgy értem, hogy most már ezt megtettem, tehát kétszer ugyanazt a poént, azt minek ellőni. Meg hála a NAV-nak és az általuk szerzett ismertségemnek. Jó, persze tudom, hogy ez egy infóbuborék, amiben élünk, tehát csak az ország egy részében vagyok idézőjelben ismert. Most már gyakorlatilag nem kell, hogy még egyszer ezt a médiahacket elkövessem ahhoz, hogy beszélgessünk. Médiahack volt? Olyan erővel zúdult a NAV haragja Önre, hogy az ember azt gondolta volna, hogy hát mindjárt el is viszik. Hát talán most már így visszagondolva az eseményekre, én azt mondhatom, hogy talán a NAV kezelte egyedül a helyén ezt a dolgot, vagyis hogy a jelentőségét talán, mint hogyha ők értették volna meg egyedül, hogy ebből mi lehet, vagy mi lehetett volna. Mert hogyha hagyják, akkor ebből lehetett volna egy társadalmi mozgalom? Tehát ne fizessünk adót, mert nem. Érdekes ez, mert hogy így tulajdonképpen ez egy ilyen kölcsönhatás, tehát hogyha ők az elején nem lépnek oda azzal, hogy egy közel félmilliós bírságot szabnak ki, akkor valószínűleg az az első videóanyaga, ami a 444-en lejött, szóval 444-en lejött, az nem szól ekkorát. Tehát talán például ezzel talán egy kicsit ki is lehetett lépni ebből az infobuborékból, mert hogy a NAV-ot talán még azok is szeretik utálni, akik egyébként kormánypártiak. De ez milyen érdekes, tulajdonképpen professzionalizmussal vádolja a NAV-ot. Szomorú ezt mondani, de igen. De tényleg. Nem, hát ez igazából nem lenne szomorú, tehát hogyha ez egy normál üzemmenet lenne, hogy az ember azt gondolja a közhatalomról, a közhivatalról, hogy az vérprofi, és mindent úgy kezel, ahogy kell, az boldog világ lenne. Hát, és nem ülnék itt. Mi ellen lenne kedve ma lázadni? Azt mondja, hogy folytatná, de ugyanígy? Talán abban követtem el hibákat, hogy én nagyon sokszor hagytam, hogy a fókusz elterelődjön az én fő üzenetemről, mert hogy nem vagyok gyakorlott média szereplő, de talán túlságosan beleálltam azokba, hogy azzal foglalkozzunk, hogy engem hogyan vegzál a hatalom, hogy a retorziók, hogy megbántam-e, hogy újra kezdeném-e. Egyáltalán az, hogy az adó vonzatát ennyire kihangsúlyoztuk. Ugye én azt elmondtam, hogy persze, nyilvánvaló, hogy adót fizetni kell, és nem is az ellen buzdítok, hogy ne fizessünk adót. Ne lopják el, kérem, ennyi. És ehhez viszont az kéne, hogy ne csak én kérjem ezt számon, hogy mi lett azzal, amit befizettem, hanem nagyon sokan. Némi tudatosság. Tehát talán a tudatosságot kéne lázadni. Na, de ez a számon kérés, ez mondjuk 2018, vélhetőleg áprilisa, amikor az ember elmegy és leadja a szavazatát, és azt mondja, hogy ezek szerintem az Ön terminológiájával éve ellopják a pénzemet, keresek olyat, akik majd nem. Nem, ezzel határozottan nem értek egyet, hogy nekem állampolgárként, felelős, tudatos állampolgárként addig terjed az idézőjelben hatalmam, hogy én 4 évente... Hát le tudom váltani. Hogy... Nem tetszik, leváltom, elküldöm haza. Már az is nagyon érdekes, hogy ugye akkor, amikor 2006-ban egy ember azt mondta, hogy mi hazudtunk, akkor itt forrongás volt, és utcai demonstrációk, és azóta hányszor hazudtak, és hányszor sokkal kegyetlenebbül, cinikusan, és történik valami? Nincs olyan jól szervezve a spontaneitás? Hát jó, talán persze az ugye a baloldali szavazó az mondjuk talán kevésbé fogékonyabb felgyújtani autókat és kukákat, de valahogy jelezni kell. Tehát én azért álltam ebbe bele az egészbe annak idején, hogy mert én nem tudtam elviselni tovább, hogy én csendesen asszisztálok ehhez az egészhez.
Tehát tulajdonképpen saját magam érkeztem el. Volt annak aztán egy érdekes evolúciója, hogy aztán arra gondoltam, amikor ez ennyire felkapott lett, hogy na ebből talán lehet valami, és most már megint ott vagyok, hogy megint magamért fogom végigcsinálni, mert hogy végig fogom csinálni. Tehát az Alkotmánybíróság előtt ott van a beadványunk a NAV-val szemben, és hogyha az Alkotmánybírósággal előtt nem nyerjük meg, akkor elmegyünk Strasbourgba, és ott meg fogjuk nyerni. Ott tehát, milyen jogalapot találtak az Alkotmánybírósághoz, vagy éppen Strasbourghoz? A szólás és véleményszabadság nyilvánításának a korlátozása. Tehát ezzel a büntetéssel, és nem csak az én véleménynyilvánításomnak a szabadságáról van szó, hanem ahogy itt a műsor előtt beszélgettünk, az én példámon keresztül nagyon jól lehetett példát statuálni azoknak, akik egyébként fogékonyak lettek volna egy ilyesmire, hogy meggondold. Jó, most az Alkotmánybíróság meg Strasbourg, ez a történet, de van új története? Nem, ez az én történetem. És itt le is zárja? Gondolom keresték pártok, szerettek volna az ön fényképe megjelenni a nyilvánosság előtt. Igen. Például nem fogékony? Nem, erre nem vagyok fogékony azért, mert egyrészt, amit ahogy már sokszor elmondtam, nem kívánok párt politizálni. Tehát nem csak a NAV-ot szeretjük utálni, a politikusokat is szeretjük utálni. Én azt gondoltam, hogy hitelesebb az, ahogy én képviselem ezt a dolgot. A másrészt meg az, hogy nem tapasztaltam túl sok fogékonyságot erre. Tehát az, hogy lájkoljuk a rólam szóló híreket, meg beírjuk, hogy ezt kellene csinálni, meg hogy ezt kellene mindannyiunknak csinálni. Nem tudom, hogy észrevette, hogy mennyire szeretünk feltételes módban fogalmazni. Hogy mások csinálják ezt. Igen, vagy hogy... Milyen jó, hogy mások csinálják ezt kellene. Helyettem. Igen. És ráadásul, tehát az a bosszantó, hogy az egész a szemünk előtt zajlik, és minthogyha... Tehát a közmondásos sántakutyánál a mi kormányunkat sokkal könnyen megfogni, mert hát az nem egy sántakutya, konkrétan nincs lába. Tehát így két ilyen kis csökevényen próbálja magát előre hajtani, és ennek ellenére nem. És akkor, amikor megkérdezik, hogy na, mégis ez mi volt, mert hogy a láb nélküli kutya oda piszkított valahova, akkor azt válaszolja, hogy boldog karácsonyt. És erre nem égnek a középületek. Az nem is lenne baj, hogy ne égjenek a középületek, de értem a képletet, amit felállított. Igen. Ez egy nagyon szomorú beszélgetés lett azokkal a képekkel, amiket használt. De hát az igazi polgár engedetlensége az, amit ön fel tud mutatni. Várta, hogy mások csatlakozzanak, vagy... Mondom... Vagy most így ezt tudomásul tudja már venni, hogy egyedül megy végig a maga életén és útján? Nem kellettek nekem ehhez támogatók az elején sem, hogy én ezt elkezdjem. Közben a közepén, mint említettem, volt egy olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy lehet ebből valami, de nincs bennem, tehát nincsen bennem olyan keserűség, hogy na akkor ez nem jött össze, mert nem ez volt a célja. Tehát a célja az volt, hogy valamit, amit én morálisan helyesnek éreztem, azt én végigvigyem, ezt végig is fogom. Ha én mondom, hogy boldog karácsonyt, az nem hangzik olyan rosszul, ugye? Nem mondjuk ezt. Hát azért ez ne legyen már embargós. Hát nem tudom, sok... Ezt ne engedje lejáratódni a saját fejében. Sajnos voltak már olyan nemzeti szimbólumaink is, amiket hagytunk lejáratódni, tehát például a kokárda. Azért annak is kellett egy pár év. Azt például azt gondolom, hogy vissza fogja szerezni ez a nép. Vissza. Szerintem már vissza is szerezte. A karácsony is lehet boldog ettől még. Rendben, akkor kívánjunk egymásnak boldog karácsonyt. Köszönöm szépen.